Amikor legelső alkalommal megérkeztem a szalonba, éreztem az auráján, az energiáján a szalonnak, hogy ez egy jó hely. Nagyon kellemesen lehet pihenni, nagyon jól lehet érezni magadat, relaxálni tudsz, de ugyanakkor, ha arra van szükséged, hogy felpörögj, mondjuk egy nap elején azt is megkaphatod a szalontól. Egyik kedvenc kezelésem a mágneses antitox kezelés, amely nagyon jól néz ki, tehát kívülről is jól néz ki, de annál eredményesebb a hatása is. Én azt gondolom, hogy a 21. században az én generációmnak különösen már nem kell magyarázni, hogy miért fontos kozmetikába járni, és miért fontos az, hogy odafigyeljünk. Nem csak színpadi emberként, hanem ha nem színpadon dolgozik az ember, akkor is a bőrünkre, a megjelenésünkre. Én úgy látom, legalábbis az én baráti körömben, hogy hála Istennek, ezt nem kell elmagyarázni már a férfi társaimnak. Aki esetleg félne, annak mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes eljönni egy jó arcmasszázsra. Én imádom az arcmasszást. Felüdít, lenyugtat. Amit én egyébként elsősorban kiemelnék, mert férfi társaimat szerintem ez érdekli a legjobban, hogy nem kell arra készülni, hogy nagyon sokat kell foglalkozni így az arccal. Én például az egyik habzó lemosójukat használom a Dynic-nak. Zuhanyzás közben nagyon egyszerűen megtisztítom így a bőrömet.